Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához, atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket, szívesen megtöltötte volna a gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra sem vagyok már méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra sem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát. Adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kim volt a mezőn, amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot, szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és az atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának, látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illet, hogy vígadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Egy héttel ezelőtt
Ott álltam, ott álltunk a Jordán partján. 30 fokos meleg. Emberek innen, onnan, nem túl nagy nyüzsgés, de mégis. Ott álltunk a Jordán partján, ahol a hagyomány szerint Jézus bemerítkezett. Érdekes, amikor az egyik velünk lévő atya, aki éppen a prédikációt mondta, elkezdte a prédikációt, egy fehér galamb szállt le előtte. A szentmise után oda mentünk a vízhez, láttuk, hogyan merítkeznek be fehér ruhában emberek, megújítva, mint egy keresztségi fogadalmukat, hogy újra, szorosabban kapcsolódjanak ahhoz az Istenhez, aki mellett Jézus Krisztus által a keresztségben már elköteleződtek. Akkor valami kimondhatatlan vágy ébredt bennem, hogy milyen jó volna megmerítkezni ebben az éltető vízben, és újra visszatérni, megújítani a fogadást, ellene mondasz, ellene mondok. Hiszel, hiszel. Aztán jártunk fönn a Táborhegyén, számomra oly kedvesek a hegyek, Pannonhalma, Tihany és a Táborhegye. Volt a zarándok társaságban rajtam kívül még két bencés atya, Gellért atya és Erdéd atya Pannonhalmáról. És ott a Táborhegyén megújítottuk a szerzetesi fogadalmunkat. Fogadj el engem, Istenem, szent ígéd szerint, hogy neked éljek. Itt vagyunk mi most ebben a templom hajóban. Együtt voltunk a genezáreti tavon egy hajóban, különböző emberek, együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk. Ott jártunk azokon a helyeken, ahol Jézus példázatait mondta. Jártunk azon a helyen, ahol meghívott vámost is, Lévit, a későbbi Máté apostolt. Jártunk azokon a helyeken, ahol kapta a szemrehányást, hogy együtt eszik vámosokkal és bűnösökkel. Farizeusok szemrehányása. Mi vagyunk a tiszták, és ők a bűnösök, megvetendők. Mit akar ezekkel ez a názáreti, az ácsnak a fia? Mit akar? Nem az egészségeseknek kell az orvos. Nem a tisztákat akarom hívni, hanem a bűnösöket. Jézus üzenete mindenkihez szól, kivétel nélkül. És most halljuk ezt a példázatot a tékozló fiúról, miután Jézus szemrehányást kap, vámosokkal eszik, bűnösökkel tárgyal, szemrehányást kap az írások ismerőitől, tudósoktól, farizeusoktól. És akkor mondja Jézus ezt a példázatot, hogy egy embernek volt két fia. És az egyik, a kisebbik azt mondta, hogy
Atyám, add ki nekem az örökségemet. Furcsa dolog, többen tapasztaltuk, hogy milyen kemény és embertelen dolog tud lenni egy örökösödési tárgyalás. Akik addig békességben megvoltak egymással, hirtelenjében a hagyatékon hogyan össze tudnak veszni. Ez a fiú azt kéri, még mielőtt az apja meghalna, hogy ide azt, ami nekem jár, megkapja, elmegy. Lehetne folytatni a töprengésünket, és megpróbálhatnánk belehelyezkedni az idősebb fiú szerepébe. Nézhetnénk az ügyet a szolgák szemszögéből, mint egy kívülállóként. Nézhetnénk az apa szemszögéből. Nézhetnénk az elcsavargott, elbitangolt fiú szemszögéből. Most csak egyetlen egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Mi is a vallásnak a lényege? Többször beszéltünk rá róla. Nem az előírások megtartása, ne értsen félre senki. Nem arról beszélek, hogy nincs szükség előírásokra, szabályokra. Igenis van, mi volna az országúton, ha nem lennének közlekedési szabályok. Kell, hogy legyenek. De valami sokkal fontosabb van a mélyben. Figyeljük ennek a történetnek, ennek a példázatnak azt a vonulatát, hogy személyes kapcsolat van az apa és a fiú között. Még akkor is, hogyha méltatlanná válik a fiú, az apa akkor is várja őt vissza. Hány emberrel találkoztam, aki keservesen panaszolta nekem, évek óta nem találkoztam a lányommal. Évek óta nem találkoztam a fiammal. Hátat fordított, elment. De ez a kapcsolat nem szűnt meg. És ha visszajönne, ha fordulna, szívesen fogadná mindenki. A vallásnak ez a lényege, ez a személyes kapcsolat. Az Atya, a végtelen Isten és a bűnre hajló, sokszor nem csak hajló, hanem bűnöző ember között. Az Atya mindenkit kivétel nélkül vár. Hányszor elmondtam itt, de a vendégek számára hadd mondom, többször hallottam megjegyzéseket, hogyha az Atya tudná, hogy kik vannak itt a templomban. Tudom. Igen. Nagyon távolról érkezők is vannak mindig. De nekünk nem az a feladatunk, hogy azt nézzük, hogy ki honnan jön, hanem hogy hová megy. Hogy kivel akar kapcsolatba lenni. Meg kell fordulni. Meg kell változtatni az életünket. El kell köteleződni. Babits Mihálynak van egy költeménye, amely most nagyon ide kívánkozik, címe Ádász kutyám. Hadd olvasom fel. Ádász kutyám, itt heversz mellettem,
s amióta a gazdád én lettem, ez a hely a legjobb hely te néked. Nem érhet itt semmi baj sem téged. Rajtam csügg a szemed, hív imádás együgyű szálán csügg, boldog ádáz. Mert boldog ki jámborul hevelhet valami nagy, jó hatalom mellett, s te jámbor vagy, bár olykor asszonykád bosszújára megrablod a konyhát, s csirkét hajszolsz vadul a salátás ágyakon át, jámbor, noha, ádáz. Elcsavarogsz néha messze innen, el is tévedsz kóbor hegyeinkben, avagy titkos kalandjaid vannak, álktép, gonosz ebek rád rohannak, zápor is lep, szőröd, bőröd, átáz. Ázva, tépve jössz vissza, kis ádáz. Visszajössz. Mert ugyan hova mennél, hol lehetne egyéb helyed ennél? Szimatokból ezer láthatatlan ösvény vezet téged mindenhonnan, hívebben, mint bennünket a látás. Minden ösvény ide vezet, ádáz. Tudod, hogy itt valaki hatalmas gondol veled, büntet és irgalmaz, gyötör olykor, simogat vagy játszik, hol atyádnak, hol kínzódnak látszik, de te bízol benne. Bölcs belátás bízni abban, kit nem értünk, áldáz. Ó, bár ahogy te pihensz lábamnál, bizalommal tudnék én is annál megpihenni, aki velem játszik, hol apámnak, hol kínzómnak látszik, égi gazda, bosszú, megbocsátás, s úgy nem értem, mint te engem, áldáz. Úgy nem értem. A szeretet túl van az érthetőség fogalmán. A szeretetet nem lehet racionálisan elemezni. A szeretet ennél több. A szeretet mozgatja az életet. Innen mindannyian megyünk a magunk feladatára. Azok, akik itt töltötték a hétvégét, hogy hitükben megerősödjenek, elkötelezettségükben elmélyedjenek, mennek vissza feladattal. De semmiképpen se azzal a beképzeltséggel menjenek, hogy mi vagyunk azok, akik tudunk, hogy mi vagyunk az igazak, mi vagyunk olyanok, mint az a bizonyos idősebb testvér ebben a példázatban. Egyformán emberek vagyunk mindannyian, akik szeretnénk tartozni valahová. És egyáltalán nem mindegy, hogy hová tartozunk. A mennyei atya kitárt karral vár mindenkit, sőt, kegyelmével elénk siet. Bár csak észrevennénk ezt az elénk siető atyát, és utána megerősödve, fölkelve elesettségünkből tudnánk nyakába borulni, elfogadni az ő ölelését, és emberibb emberként hirdetni az élet igazságát. Hirdetni azt, hogy az Isten mennyei atya. És egy mondat kívánkozik ide még Szent Benedek atyánk regulájából, amit gyakran idézek, hogy az Isten irgalma felől kétségbe soha
ne essél.